Főtisztelendő püspök atya, pap testvérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Húsvét a legnagyobb örömünknek az ünnepe, ezért is 50 napon át az Alleluja zeng, az Istennek legyen hála, fohászkodás, de a népénekeink is visszatérő gondolata, hogy örvendetes napunk támadt Jézus Krisztus, mert föltámadt. De ez az öröm nem csak a halálunk utáni életre szól, hanem a húsvétnak kihatása van, ha komolyan hiszünk, a földi életünkre is. Ugyanis a föltámadt Krisztusba vetett hit, az a földi életünknek is sok gondját, nehézségét megoldja, és ahogy hallhattuk az evangéliumból, hogy az apostolt Pált és Szilást, akit börtönbe vetettek, a megvesszőztetés, a meghurcoltatás sem tudta megtörni, hanem még a börtönben is Isten dicsérték, imádták és énekeltek. Mind a mai napig mutogatják Filippiben azt a börtönt, alapjait, ahol ők szenvedtek. És annak a hitnek, ami még a börtönben se véhető örömével, annak van igazi, maradandó jelentősége számunkra. Mert sok olyan pillanatnyi örömünk van, ami egy időre, órára szól, sőt attól félünk, hogy el is veszítjük. De a húsvéti hitnek az öröme, az maradandóvá lehet még a legnehezebb helyzetekben is. És ez ki is áradhat? Hát hallhattuk, hogy maga a börtönőr is megtért ezeknek a láttára. Kalocsán van egy híres, hírhet női börtön, ahol nem politikai rabokat, hanem elég súlyos, köztörvényes bűnözőket őriznek. Egy-két ilyen őrzőt, foglárt ismerek, akiknek föltettem az őszinte választ váró kérdést, hogy hisz neki abban, hogy ezeket az embereket meg lehet javítani. És konkrétan gondolok valakire, aki korábban hitoktató volt, és belefáradt, azt mondta, 2 évig még hittem benne, hogy ezeket meg tudjuk javítani, persze, hogy 8-10-15 éveket is ülnek, ha nem többet, de már nem hiszek. De amikor a keresztény hívek voltak börtönben, hát hallhattuk, olyan változást okozott még az őrzőkben is, hogy maguk is megtértek. Az 50-es éveknek magyarországi börtönviszonyairól egyre több titka tárul föl, és elmondták azok, akik részesei voltak, hogy a hívő emberek sokkal inkább el tudták még azt is viselni, mint például azok a kommunisták, akiket saját pártársaik ítéltek börtönbüntetésre. Ha pedig így áll, hogy a hitnek még ekkor is van mondani valója számunkra, akkor ez önmagában egy csoda. Hogy a mindennapjainkat átjárhatja a hitnek az öröme, hogy van értelme élnünk, van értelme küszködnünk, és Isten jelenlétében múlik el az életünk. Tudom Székely Kevének a történetét. Tudom, hogy hogy jutottak és hogy kerültek ide Székely vagy bukovinai világból. Maga egy nagy, hosszú, drámai sors volt az itteni népnek az élete. Minden bizonnyal a hit adott erőt ahhoz, hogy megmaradjanak. Van egy nagy hírű Székely,
akiről igen sok, vagy igen keveset tudnak az átlag emberek, mert Gábor Áront, vagy Kőrösi Csoma Sándort és másokat még csak-csak emlegetnek, de kevéssé ismerik Zágoni Mikes Kelement. Ő az emberi hűségnek volt igaz példája, igazi Székely, aki fiatal koron szegődött Rákóczi mellé, és végig kitartott mellette rodostói számüzetésében. És azok a levelek, amelyeket úgy maga szórakoztatására írt, mert nem volt annak igazi címzetje, hát volt egy-két olyan levele, akit olyannak írt, aki élt, de ő egy föltételezett nagynénikéjének írt a levelet a maga szórakoztatására. Nagynéni válaszolt, ő megint válaszolt. Egy gyönyörű, szép lelki napló, mondhatnánk ennek az embernek az életéről. És leírja azt, hogy egy időre megvakult, nagyon rosszul látott. Aztán isteni csodával valahogy, vagy orvosok segítségével is, de újra látott. És azt mondja, eddig is szántam a vakokat, most még inkább szánom, de legjobban azokat szánom, akik vakok a hitben, akiknek nincs hite. Ezeket szánom leginkább. Mert ő ott megélte azt Rákóczi mellett, a számüzetésnek minden nehézségét, és úgy tudta elfogadni, hogy a vezérlő fejedelem is ott mélyen hívő katolikus életét élt, ez köztudott, és ő maga is a hitnek az örömében és vigasztalásában élteli még Rákóczi után, vagy 30 életévét. És amikor úgy számot vetett az öreg Mikes Kelemen sorsával, hogy 17-18 éves lehetett, mikor Rákóczi mellé szegődött, és közben eltelt vagy 50 év, egyedül maradt Rodostón, a lévai versébe van, egyedül, egyedül a bújdosók közül. És akkor elkezdte magát sajnálni, hogy eltöltöttem hiába valósággal az életemet. És azt rögtön ki is javítja magát. Ezt nem mondhatom. Mert Isten rendelésében nincs semmi hiába valóság. Ha én ezt megéltem, Isten jóvá hagyta, akkor Isten akarata is teljesült benne, mivel hogy Isten szeretőknek minden a javára válik. Egy olyan mély lelkületről tesz tanúságot, ami a mai kor emberének is sokat mondó lehet. Amit hallottam, most ti, kedves gyerekek, magyar óráról vagytok itt, hát én ezt a házi feladatot adnám nektek, hogy szerezzétek be egykori Székely ősötöknek, vagy rokonotoknak, Zágoni Mikes Kelemennek a csodálatos szép leveleit. És olvasgassátok, hogy mit jelentett neki a haza, mit jelentett neki a hit, és ezt hogyan élte meg. Ugye, amikor haza akart menni, nem engedték vissza. Eljött Erdély határáig, de nem engedték vissza. És akkor azt írja, hogy úgy megszerettem Rodostót, hogy nem tudom elfelejteni Zágont. Benne volt mindig a honvágy, de amikor már tudta, hogy nem mehet haza, akkor a lelkét az örök hazafelé irányította, ahol Isten minden könnyet letöröl az ember szeméről, és az a hit, amely éltette itt a földön, kiteljesedik, mert a hit és a remény is, mint Szent Pál mondja, eléri végcélját, hiszen elvisz bennünket
a szeretet végső közösségébe, Istenhez, ahol Isten lesz minden mindenben. Ezekben a napokban, amikor húsvétot ünnepeljük, és lassan véget ér az 50 napos időszak, kérjük az Urat, hogy a szent magyarok példájára is, Szent István a pártfogó, és egyházunk minden szentje példájára a hitből igazán élni tudjunk, és a hit öröme világítsa be minden hétköznapunkat. Amen.